Hello. Jó reggelt. Jó reggelt, mi volt? Drámai volt a fading? Észvetők is tincset. Jaj, azok a tincsek, Jani. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Azzal kell kezdenem a műsort, mert gyakorlatilag ugye erre ébredtem. Hogy? Vizionáltam, mert nem tudom, tehát tudod, beszélgettünk már erről, hogy amikor így verik az ajtót a fejedre, mint az állat. Igen. Exodár. Láttam a képet. Nagyon vicces. Ennyi. Szerintem ez ment a rádióba. Ha. Komolyan. Pedig nem hallgatok rádiót, az milyen? Tudod, ez ilyen dolog. Na, szevasztok srácok, üdv mindenkinek! Remélem mindenki nagyon jól van. Három nap szar idő következik, most itt Debrecenben is, ami egyébként... Ez így nem szokás, úgyhogy ez valakinek a hibája. Ah. Én már most látom egyébként, hogy valaki elintézte, hogy... Túl meleg volt. Micsoda? Túl sok ember mondta azt, hogy meleg volt. Kíváncsi vagyok, hogy holnap reggel ki fogja azt mondani, hogy hávazd a szép kis nyár. Ja, biztos lehetsz benne sokan. Úgyhogy imádom az embereket. De ez még mindig ilyen. Nessai, te voltál? Te szemét. Na jó, szerencsére nem soká találkozunk, úgyhogy jó lesz. El is mentünk, mert igen. Remélem, hogy ezt nem így fogjátok irkálni másoknak, hogy Debrecenben elkezdett esni az eső, ezért elmentünk Miamiba. Az ugye elég szarul jön neki egyébként, de hát ki tudja. Nem, semmilyen. Igen, láttuk, tegnap kiraktam Twitterre, igen, tudjuk, kijött a Rage 2-nek a trillere, én yes. Roppant mód örülök neki. Mókás lesz, posztapokaliptikus lesz, Rage lesz, úgyhogy alig várom. Szóval ez egy ilyen cucc, majd meglátjuk, hogy hogyan forogja ki magát. Szerintem nem fogunk csalódni. A Bethesdában nem szoktunk egyébként. Szóval ennek nagyon örültem. Úgyhogy azt látjuk, hogy ez divat lett. Igen, volt első része is a Rage-nek, ez elég jó volt. Yes. Mit akarok mondani? Azt látjuk, hogy most egy hónappal így az E3 előtt durván, kicsit kevesebb, mint egy hónappal az áram előtt, elkezdték csöpögtetni a híreket. Ja. A játékokról, egyre több mindenről kapunk infókat. Durva, hogy ilyen hamar elkezdték most. Nekem ez nem tetszik. Úgy mondjam, ezt jobban szeretnék ott meglepődni, de biztos vagyok benne, hogy lesznek ott is még meglepetések. Én nem mondom azt, hogy nem tudunk dolgokról. Ja, igen. Vannak dolgok, amikről tudunk, srácok. Tegnap nem tudtunk meg semmit. Igen, hogy mik lesznek, hogy még. Lesznek még. Nem a Bethesdánál, hanem ugye egyáltalán, de azokról jelenleg még nem beszélhetünk. Viszont meg fogjuk tudni nézni őket, tehát van egy pár dolog, amiről még nem tudunk. De ki fogjuk tudni próbálni, úgyhogy ez már nagyon város. Egyébként így átérve erre a dologra, srácok, mert ilyen gamingről beszélgetünk, Half-Life 3 gyakorlatilag confirmed. Ezt ugye tudjátok, mert már hetek óta megy a hír. Hogy a Half-Life 3 confirmed. Ez amúgy tényleg így van. Ugye mivel, hogy a Valve kijelentette, hogy nem fogja elkészíteni a harmadik részt, illetve azt hiszem GB-k el is mondták azt, hogy nagyjából miről szólt volna a harmadik rész. Tehát, hogy nagyjából így a sztori hogyan alakul, meg hogyan végződött volna, meg stb. Így most alakult egy fejlesztőkből álló csoport, akik meg akarják csinálni a folytatást. Mindenki látta Exodár. Láttam bizony. Jesus Christ, man. Szóval, szóval igen, úgyhogy ez a Half-Life 3 kérdése, hogy úgy néz ki, hogy megcsinálják a fanok. Nem tudom, hogy ez így a Valve-tól fejlesztők, nem tudom, hogy onnan is, de most is toboroznak egyébként embereket. Nem tudom, hogy mint rajongói játék mennyire lesz majd komoly, vagy mennyire lesz durva, de ez van. További gaming hír, ne arra gondoljatok, hogy megemlítem, számomra egy fontos dolog, és kicsit szomorú lettem. Ugye Cliff Bleszinskiék, akik ugye a Gears of War sorozatért, illetve ő személy szerint is a Gears of Warért felelős, ők lehúzták a rolót. Úgy néz ki, hogy végleg, legalábbis azzal a stúdióval, ami a Lawbreakers és a... Mi volt ez az új Battle Royale game? Most nem itt eszembe, valami Radical Heights, azt hiszem az volt a címe. Ők lehúzták teljesen a rolót, srácok, úgyhogy ő most jelenleg egy jó időre visszavonul a fejlesztéstől, mert ugye rossz volt a fogadtatása. Yeah.
a játékoknak. Hát ugye Overwatch copy volt. Igen, rossz volt a fogadtatása a játékoknak, és a Radical Heights-nek amúgy nem volt rossz a fogadtatása, nem. Csak azt írta, hogy már nagyon későn jött, és nagyon kis siker volt gyakorlatilag. Úgyhogy sajnos egy nagyon-nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon ígéretes fejlesztőnek mondok búcsút egy jó időre. Azt mondta, hogy nem zárkózik el teljesen a játékoktól, a jó kurva élet bassza meg, na pont az ilyen pöcskaszörük miatt. Szóval én nagyon sajnálom, hogy ő befejezte a pályafutását egy jó időre, én nagyon szerettem az ő gémeiket, úgyhogy sajnos ez a helyzet. De Hegedűs Márk, igen, a Deadpool David Beckham videó az sokkal fontosabb. Az. Gyakorlatilag David Beckham a fagyi áru szintjén áll ugye nálam, így nagyjából, a Deadpool pedig egy szerencsés ember, aki a fagyi árussal készített videót, szóval engem abszolút nem fogott meg. Most ez az új hülyesége, ez nagyon vicces volt. A délkarában egy ilyen tehetségkutatón, ilyen maszkban énekelt. Igen. De forint. Megnézem. Hát az elég vicces volt egyébként. Megnézem. De egyébként örülök neki, hogy célhoz ért ez a reklám így az embereknek. Tehát kurva izgalmas, mondhatom. Ja, egyébként visszatérve a játékok maradnak, mármint a Lawbreakers és a másik játék is. Azt viszont nem tudom, hogy milyen support ez, az fogalmam sincs. Én azt mondom, hogy marad. A Radical Heights szerverre írta, hogy a In the Near Future It Will Stay Up. Aha. A Lawbreakersről nem esett szó. No. A Lawbreakersről sajnos nem esett szó, úgyhogy ez van. Igen, Deadpool van mindenhol egyébként. Nézzétek meg a filmet, és akkor remélem vége lesz. Na, mint annak, hogy Deadpool van mindenhol. Úgyhogy, ja. For your future servers are up, de csak a Radical Heights-re írták. A Lawbreakers nem. Nagyon sokan a Twitteren írták is, hogy most akkor kapnak refundot a Lawbreakers-re, vagy nem. Ezt nem tudom, miért tették. Lehet, hogy a szerverek miatt. Mm. Nem tudom. De alapvetően nem hiszem, hogy túl sokáig maradt fent, ja. Jó reggelt mindenkinek, aki most érkezett meg. Szevasztok. Rendkívül izgalmas tényt közöltek. David Beckham-mel készített videó Deadpool. Én amúgy láttam. Szerint. Fantasztikus volt egyébként. Komolyan. Nem tudom, hogy mi lehet még jövőre mutatóbb ennél, de most jelenleg ebből élünk. Ez van. Fuck yeah! Azon csodálkozom, hogy nem Fortnite-ozott még Deadpool. Mit tudom? Az kellett volna. Még nem Fortnite-ozott Deadpool. Tehát gyakorlatilag az lenne a tökéletes összeolvadása. De az kellene. Ja, összeszednék a Rockot, Vin Dieselt és Deadpoolt, hogy végre Fortnite-ozzanak Ninjával, aki nem káromkodik. Ez a jövő egyébként. Genius. Ez tök menő. Egy jó páron egyébként a közönségből ettől gyakorlatilag, tehát a hát plafont kifestené. Az érted? A next generation. Abban a pillanatban, tehát kész, mind blown, kiégne a relé. Kész, elérkeztünk a revolúcióhoz. Az igen. Utópia elkezdődött, igen. Innentől csak fölfelé van. Innentől csak fölfelé van. Na jó, lássuk ki mit termel. Már egy kicsit, már reggel óta. Huha. Na várjatok egy kicsit. Igen, Zoltvics nagyon zsúfolt haver, nagyon-nagyon mocskos zsúfolt, nem ígérek semmit, köszi szépen a 4 hónapot. Devni, köszi szépen a feliratkozást, Egyverül, köszi a 8 hónapot, Evis, köszi a 4 hónapot, Hunsmithi, köszi a 8-at, Humbarbel, köszi a 3 hónapot, Peti plusz panda, Peti a plusz panda, majdnem, köszi a 3 hónapot, bocs. Marci, sziasztok, hogy vagyok, mit sem megjelenti számomra, hogy szülőnapod. Marci, neked hanyadszorra van szülőnapod ebben a hónapban? Ja nem, csak mondtad, hogy lesz. Igen. Köszi szépen, és köszönjük szépen. Kicsit összekavarodtam, ne haragudj, Marci, köszi a csírt. Tomika, köszi szépen a 4 hónapot. Marci, köszi szépen a 2 hónap feliratkozást. Délaci, tervezed-e kipróbálni az Overcooked The Walking Dead játékot? Hát, amint kijön, bizonyára, mert jónak hangzik. Mondjuk eddig csak ilyen CGI trailerek voltak róla, nem? Tehát ilyen rendered shit. A karaktereket mutatták be, ja. Mm. BlackRock, srácok, olvastam, hogy előttek lesz új játék. Minden évben lesz új játék. Most volt egyedül kiadjás. Sulci TV, köszi szépen a feliratkozást. Kispipi, köszi a 11 hónapot. Samslipshun, köszi szépen a 19-et. Neked is legyen szép napot. Dalgarosz, jó reggelt, srácok. Nem tudom, milyen az idő. Itt szakad az eső, mint állat. Jól el is áztam. A csirt esernyő, de nálunk is esik Dalgarosz. Szarügy. Zakariás, köszi szépen a hámuszat, te jó ég. Tegnap láttam a szakdolgozatom, annak megírása a Steam műsorodok adtak erőt és mindent legyőző akaratot. Majd vagy, mint a Puffin. Remélem, jól sikerült, Zakariás. GG, man. Nyomjuk. Köszi szépen. Yeah. Jó reggel, na, örülök Norma, hogy jobb hangja lett a PS-nek. Mondom, én is gondolkodom rajta, mert jelenleg vadászhelikopter szintjén mozog.
Mondjuk ennek lehet az is az oka, hogy a konkrétan a padlón van és szíja a púrt, de ez van. Köszi szépen, Iberanth, a tippet. Szóval mindenki vizsgázik. Nice. Atya világ. Nem tudom. Az, hogy ezek a dolgok így alakulnak a játékiparban, egyébként ezzel kapcsolatban ne boruljon be senki, ez mindennapos dolog. Annyira nagyon nem gyakori, hogy ilyen nagy nevekkel történik ez meg, de ennek is meg kell történnie. Van a, tehát sokan belenyúlnak a hideg vízbe, srácok, a játékfejlesztés alatt. Sajnos nagyon nehéz követni a trendeket, az embereket meg nagyon nehéz megérteni. Ha vele gondoltok abba, hogy azzal a tudattal készítetek játékot, hogy megpróbáltok felmérni azt, hogy a közönségnek mire van igénye, az a legveszélyesebb dolog gyakorlatilag. Mm. Egy olyan időszakot választottak Cliffy B-ék a játékfejlesztésre, amikor gyakorlatilag minden megtörtént, amiről a legtöbb fejlesztő azt hitte, hogy nem tud megtörténni. Ja, így van. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Sajnos nagyon, nagyon rossz időszakot választottak, és ez sok esetben ugye bizonyos cégek csődjét is jelenti, hiszen ugye a végtelenségig deficitben nem lehet élni. Ez így van, de amúgy tényleg nagyon rosszkor, valahogy rosszul időzítették a fejlesztéseket. Micsoda? Rosszul időzítették a fejlesztéseket, meg rosszul kommunikáltak egyébként. Ebben is van valami, és megvoltak a hibái egyébként a Lawbreakersnak is, ahogy mondod, de az is biztos, hogy nagyon rossz időszak. Tehát, hogy az Overwatch akkora hype volt akkor, igen, amikor igen. Az megjelent, és mindenki ahhoz hasonlította. Ezek azok az időszakok, amikor soha nem tudjuk, mert mi történt igen. Volna, a két évvel hamarabb érkezik a pontosan, játék. Tehát hogyha az Overwatch előtt jelenik meg a Lawbreakers, lehet, hogy azzal játszana mindenki. Igen. Mondjuk ez egy Blizzard game, mondjuk a... Na mindegy, igen. Ja. Nem feltétlenül, láttad te is, hogy előfordult... Heroes of the Storm igen, ott van, igen. Az se váltatta meg a világot. Ez nem egy olyan nagy valami. Szóval, ja, jó reggelt, báj! Szevasztok üdv mindenkinek! Szóval, ja, ezek érdekes dolgok. Ez vonatkozik egyébként nagyon sok mindenre a világon, amit az ember ugye megpróbál. Főleg aki mondjuk tegyük fel, új vállalkozásban gondolkodik itt Magyarországon, hogy nagyon meg kell nézni, hogy mikor csináljátok azt a bizonyos óriási dolgot. Nem egy ember futott már bele, vagy nem egy cég futott már bele itthon is olyanba, hogy egyszerűen a rossz időben kezdett-e fejleszteni. Így van, és rengeteget fektettek bele, és ugye mivel rossz idő volt, mind lement a klotyón, lehet, hogy működött volna 5 évvel később vagy korábban, de most így a végét jelenti a dolgoknak. Bazsahun, köszönjük szépen a feliratkozást, Mr. Péter, köszi a 11 hónapot, Szeki! Szevasztok, rácok, privát! Jesus, man. Szeki, minden jót kívánunk innen is, haver. GG, remélem maradtok. Fuck yeah. És hatalmas ötlet. Köszi szépen. Nyomjuk majd a vlogokat. Giuka, köszi szépen a feliratkozást. Enga, köszi a 2 hónapot. Krumpli, köszi a 16 hónapot. Bianca, Szeva. Na, Isten éltesse. Azt a kurva, az jó lehetett. Köszi, Bianca. Nem kell a VR-be, nem kell fektetni. De furcsa egyébként az, hogy ugye a közönség hogyan tud dönteni. A Battalion is eltűnt-e? Hát, eléggé. A Battalion, tényleg. Eléggé lecsendesedett. Eléggé eltűnt, sajnos nem kaptuk meg tőle, amit ígért. Én nem tudom, voltak egy csomó verseny volt beígérve, az nem tudom, hogy megszervezték-e vagy sem. Az a baj a Battalionnal, hogy az volt a baj a Battalionnal alapvetően, hogy most ez nagyon rosszul fog kijönni, srácok. Nagyon rosszul. Bíztak az emberekben. A Battalionnál bíztak az emberekben. Az indie fejlesztők halála az, amikor bíznak az emberekben. Befektetőkkel, geci sok lóvékkel, egy fejlesztéshez, meg magához a game-nek a fenntartásához. Ha bíznak az emberekben, a közönségben, a Kickstarterekben, vagy hogy mondjam, ez a vége. Így van, amúgy nagyon nagy volt rá az érdeklődés az emberek részéről. Adjatok a játékot, itt az új Kod 2, nyomni fogjuk, ti vagytok a legjobbak, kijött a játék, senki nem játszott vele. Hülye vagy, pénzt azért nem adok. Ez a baj amúgy. Szóval... De még akik adtak, azok se játszanak vele. Akik adtak, azok tudom, se játszanak vele. Tudom, tehát gyakorlatilag ugye ez volt a gond, hogy ugye nagyon sokan... Nem azt mondom, az, hogy mekkora volt a player base, az egy dolog, de alapvetően az volt a gond, hogy akik úgymond ígérték, hogy mindenképp megveszik, nem vették meg. Úgyhogy, ja, ez így szar volt. Hát sajnálatos, vannak ilyen dolgok. Ja. Nem hiszem, DAF, hogy előfordul, hogy a játékok terén előnek minden ötletet.
Val fucking, vagy Val fucking-e. Egyetértek, tehát mi is megvettük, vannak játékok, amikkel szívesebben játszunk, de ez főleg amiatt van, hogy nagyon kevesen játszottak vele. Ja. Biztosan, Vasi Pisti, biztosan. A Prey, Disprey, egy pillanat, hogy a Prey rossz időben jött ki, rohadt jó a review, mégis hamar eltűnt. Az egy single player game, haver. Hát persze. Annak ez a sorsa, hogy eltűnik. Az egy kibaszott jó játék lett. Így van, tényleg nem lett belőle egy ilyen kult game, szerintem. De nincs... Hát... Ez egy olyan nagyon nagy... Hát azért ez ilyen szempontból igaz, hogy így... Nem emlegetik olyan nagyon gyakran. Nem emlegetik, de abban az évben nagyon sok mindenkinek hát így biztos. A évjátéka listáján rajta volt. Jó lett a Prey. Jó lett a Prey. Az biztos, hogy a Prey, tehát a Prey az egy ilyen nagyon szűk közönségnek egy nagy zsánere, maga a műfaj. Ja. Azoknak kurvára bejött. Hát még nem például nagyon hihetett a Half-Life. Igen. Pontosan Daniel Dean, ahogy a Dishonored-ről se olvasol ódákat, pedig persze. Egy embertelen jó játék, ez ilyen. Kinek mi? A Doom is, ja, pontosan. Revolúció lett az új Doom, mármint retro revolúció. Mégis elment. Ez a single player játékok sorsa. Ez ilyen. Ugye Rainbow Six-nek mennyi időt jóslunk? Ez csak az embereken múlik, hogy meddig játszanak vele. Ja. Addig nyomják a tartalmat bele, amíg az emberek játszanak vele. És minél több emberen láttok elitszként, annál tovább lesz a Rainbow Six Siege. Ez nem vicc. Sajnos ilyen. Red, köszönjük szépen a cheer-t, jó reggelt, tudom, sok kérdésre van, de ti van személy függő. Mostani konzolok közül melyiket ajánlatok, akár saját dologra nekünk árát tekintve. Haver, erről annyiszor volt már szó, mint az állat, most is elmondom, PlayStation. Minden argumentum invalid. Minden, az összes. Az összes. MG pedig igen, az Atomic Heart nagyon durva és nagyon várom. Ja. Norbi, már is megnézem. Pazd meg. Mert ez engem érdekel. Csak ezt most így innen le kellene mentsem. Hol kezdődik a link? Bassza meg. Nem tudok alap. Megvan. Elcsíptem egyet. Nem, azzal nyomtam kontroll. Jani, ott nálad látom? Igen, várjál. Oké, és közben Mr. Peter, olvastam. Na, GG, man. GG. Remélem, jobb lesz. Mint ott. De Kaffika, jó reggelt, ezek off téma, de tényleg megnéztem az Infinite Ballet, és eddig úgy voltam a képregényfilmekkel, hogy még egy, de ez elraptam az agyam kétszer is. Örülök, hogy tetszett, haver. Norbi, köszönjük szépen a feliratkozást. Pixi, jó reggelt, jó reggelt. Úgyhogy hónapi minden reggel becsületesen beállítottam az ébresztőt a hára. Ez az első reggel, hogy fent is maradtam. A nyáron vágynátok egy kis leülésre, várunk neked szeretettel Angliában is kapak. Köszi, Pixi. Lehet, hogy megfordulunk arra, nem tudom. Szóval? Itt van. Mutatom képeket. Igen? Ennyi. Nem is tűnik annyira nagyon nehéznek, Norbi. Na mindegy, ennek majd utána nézek jobban, csak lustoljuk, mint a szar. Köszi, Norbi. Észrevettük Zsoldos vezér azt, hogy az új Rainbow Six pálya nagyon hasonlít így az AC-ra, Ezio Villa, stb. De a többi pályán is van egy csomó AC-s utalás, szóval ez természetes szerintem. Kíváncsi leszek. Azt mondta a Ubisoft, hogy ez lesz a legkompetitívebb map ever in Rainbow Six. Még látszik is, hogy elvileg minden bontható, ami csak lehetséges, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz a map. Alig várom. Tegnap nem beszéltünk róla, srácok, tegnap soha mindenről nem beszéltünk, mert elment a téma. Jézusom, Trakán. Úristen, Trakán, baszki. Yes, man. Szóval, tegnap elmentünk egy pár téma mellett, mert elkalandoztunk, de azért attól függetlenül jó volt a tegnapi happy hour. Szóval, egy, és akkor a gaminget így el is hagyjuk ezzel a hírrel, nagyjából. Készül a Monster Hunter film, és Mila Jovovich lesz a főszereplő? Ezt úgy itt hagyom. Wow. A miért az egyetlen szó, ami eszembe jut, de ki tudja? Ki tudja, lehet jó lesz. De érdekes. Ez tényleg érdekes választás főszereplőnek. Nem az, hát én szeretem nagyon Mila Jovovichot, és mint akciófilm hősnő, ez egyik legjobb választás, de Monster Hunter film. Jó, hát a Smiley-ból is lett, vagy az Emoji-ból is lett film. Monster Hunter a kaptár.
Na mindegy, érdekes, kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki ebből. Fogalmam sincs. Hiányzott, mint szara zsebbe? Hát igen, Gordon. Nem tudom, hogy ebből így mi lesz. Kíváncsi leszek rá. Igen, na, Jani, beszélj már erre, mert láttam, hogy te foglalkoztál ezzel, ami engem meglepett. Na. Nem beszéltünk az Eurovízióról. Igen. Tegnap. Igen. Pedig én csak azért tudok bármit az Eurovízióról, mert néztem, hogy Twitteren mit műveltek. Alapvetően itt van ugye Nessa is, tehát ő is ugye igen. Ott ült a hullám tetején. Meséljetek nekem az Eurovízióról, léci, mert olyan szinten vakon vagyok. Tudom, hogy kim volt a Viszlátnyár. Viszlátnyár, tudom. ABS. Igen. Viszlátnyár volt ősszel is, tavasszal is. Mindig most van. Már tényleg nyár van. Yes, man. Tudok erről, hallottam a számot, még mielőtt kijutottak. Az Eurovíziót, mint olyat nem követtem. Én se, csak a döntőt. Na mindegy, de... Érted? Igen. Így, hogy én nem mutassam, tehát mondjátok el nekem, hogy miért nézik ezt az emberek. Mármint most ezt alapból kérdezem, és hogy ez miről szól ez az egész verseny, és mi a szám. Hogy miért nézik az emberek? Igen, tehát én a bajuszosról tudok, valamelyik évből, a szakállasról. A Conchita? Igen, arról tudok. Igen. Meg azt tudom, hogy amikor Wolf Kati énekelt, akkor gyakorlatilag sikerült Magyarországnak addig játszani egy számot, ameddig én gyakorlatilag átkapcsoltam ugye a Blankába a Street Fighterből, érted, és így rángatóztam a székbe, mert zöldült a bőröm. Az igen. Blanka nem Hulk. Na mindegy, szóval mi volt ez? Hát ez ugye... De tudom, mi az Eurovízió. Azt tudom, hogy mi az. Igen. Hát akkor nagyon egyszerű. Igazság szerint... Hát ez már megy, igen, tehát egy ilyen jó 50 éve megy ez az Eurovízió, de lehet, hogy 60. 60. Halványgőzön sincs, igen. 60 éve, ugye minden országban vannak ilyen selejtezők, illetve van olyan ország, ahol egy ilyen szakmai zsűri választja be az adott évben a számot, és akkor kiválasztanak egy számot, és akkor ennél a nagy nemzetközi... Hát van ugye két elődöntő, a két elődöntőből bejutnak. Tehát ott is van egy szűrő, azokból is bejut egy bizonyos adag, szóval 26 szám jutott be idén a döntőbe, és akkor a 26 ország 26 száma versenyzik. Akkor van, a döntőben? A döntőben. Két részből van, vagy két részből áll a végeredmény, van egy szakmai zsűri minden országból, amit így kapcsolják Jolikárt izéről, hogy elmondja az eredményt, tehát minden országból van egy ilyen kapcsolás, és akkor elmondják. Illetve van a közönség szavazás, és akkor a kettő pontot összesítik, és így jön ki a győztes. I see. Azt írják egyébként, hogy dalírók versenye volt régen. Hát igen. Igen, igen? Na, és akkor igazság szerint így működik az egész. Én azért észre megmondom őszintén, mert én régebben is néztem. Nincs ezzel semmi gondos, nem is azért mondtam. Régebben is figyeltem, aztán így észrevettem, hogy... A Twitch-ről vettem észre egyébként, hogy most van a döntő, mert hogy valaki nézte a Twitch-en. Aha. Na, a Twitch-en streamelték? Nem, egyébként nem, csak hogy valaki nézte. Ó, értem. De egyébként a YouTube-on streamelték, és azt ott néztem. Fasza volt egyébként. Hát megmondom őszintén, minden évben csodálkozom, hogy milyen számok vannak. Azt írják itt a srácok, hogy inkább ez egy ilyen produkt, tehát hogy a produkció a lényeg, nem pedig az, hogy ki hogyan énekel. Volt egy pár érdekes dolog. Igen, egyébként sajnos az, de egyébként nem, ezt úgy nem értem. Mivel az emberek döntik el a nagy részét, az a nagyobb befolyással rendelkező dolog az emberek döntése, ezért értem, hogy miért a produkciót nézik az emberek, mert az emberek makok. Tehát, hogy alapvetően, vagy süketek, vagy nem tudom. Tehát, hogy olyan számok kerültek be, meg olyan számok voltak ott, hogy ezt nem is akarod tudni, Pisti. Tehát, hogy aki nyert, arra ne is beszéljünk. De valakinek lehet, hogy tetszik, de hagyjuk. Te láttad, hogy ki nyert egyébként? Vagy hogy hallottad? Egy képet láttam. Az úgy meglepő volt számomra a kép maga, de... Nem fogom meghallgatni. A kép pontosan sugározza az a kép, Pisti, hogy milyen a szám. Tehát hogy ugyanolyan a szám is, mint a kép, amit láttál belőle. Tehát, hogy azt mondjátok, hogy inkább egy ilyen, ez inkább így ilyen politikai töltetű, meg ilyen PC töltetű dolog. Én most amúgy megmondom őszintén, hogy most már annyira nem mondanám ezt. Én nem tudom, hogy régebben, megmondom őszintén, hogy szerintem nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt régebben, de ugye az tény és való, hogy benne van, hogy a szomszédos országok egymásra szavaznak.
Uh-huh. Hát ilyen szempontból, hogyha erre gondoltok, a politikai töltetnek, akkor igen, tehát ez tényleg működik. Uh-huh. A mai napig érződött, hogy itt azért a szomszédok, kivéve persze a mi szomszédaink, azok sose szavaznak rá, tehát ez nem véletlen. Na mindegy, mindegy, igen. De egyébként ez benne van, ebben teljesen egyetértek azok, akik írták. De ja, szóval van benne egy ilyen rész is. De összességében szerintem a mostani közösség szavazás, ami tényleg olyan nagyot nyomott a dolgokra, az ott látszott. Főleg az AVS esetén egyébként, uh-huh. akik szinte alig kaptak pontot a nemzetközi, tehát a zsűri, a szakmai zsűritől, viszont a közönség az oda nyomott nekik, nem is tudom, ott a középmezőnyben végeztek hivatalosan. Várjátok már, én valami olyat hallottam, hogy 21... Igen, a közönség szavazás alapján, úgy mondom. Tehát az összesítettben igen, 20-valanyadikok lettek, igen. De amúgy a közönség szavazat alapján ilyen középmező. Oké, okay, oké. Okay. Én nem, ezekkel nem voltam tisztában, ezekkel a számokkal abszolút. Ja. Csak ennyit hallottam, hogy annyi adikok lettek, de azt nem tudtam, hogy a közönség szavazás hogyan alakult, meg mit tudom én. Johnny itt felvetett gyerekes kérdés, köszi a csirt haver. Szóval, hogy így, ez mitől Eurovízió? Hát ha hivatalosan európai országok vannak benne... Csak hogy Izrael nyert! Tehát neked Ausztráliával van gondol, Johnny, én a győztesen nyitva, hogy ez ennek nem tudom mi az oka, hogy Izrael hogyan... Ott van, és csak most ugye Lunaris. Igen. Na hát, ha megtudjuk, én sem tudom pontosan. Igen. Nem azt jelenti, hogy európai országok vesznek részt, hanem az EBU tagjai. Azaz az európai televíziós közösség tagjai, aminek Izrael is a tagja, meg Azerbajdzsán is. Most már értem. Ó, értem. Oké, okay, most már értem. Köszi szépen, ezért nem tudtam, hogy Izrael, és ott értettem, hogy egész pontosan miért. Tehát akkor ez nem a kontinensre vonatkozik. Nem. És most ebben az évben volt egy, talán minden évben van egy vendégország, és most Ausztrália volt. És oda? Ebben az évben Ausztrália volt a vendégország. Aha. Szokott lenni egy ilyen vendég. Johnny, minden meg van magyarázva. Vendégország volt Ausztrália. Tiszteletbeli... Bizé. Ja. Yep. Na, mindegy, szóval érdekes. Nem? Micsoda? 5 éve azok? Akkor rosszul tudtam. 5 éve mik? Vendégek. 5 éve vendége Ausztrália? Ha, akkor sorry, de ezt akkor rosszul tudtam. Oké. 60. óta. Vendégek. Oké. Okay. I see. Ha ő... Mi? Most az USA volt a tiszteletbeli vendég? Nem tudom. Én nem tudom, megmondom őszintén. Az USA nem volt bent a döntőben, hogyha volt is. Én nem tudom, mondom, egyáltalán nem is volt USA. Tehát akkor nem értem, hogy a szarnak írjátok. Na mindegy. Érdekes. Én nem tudom hány, 10-15-20 éve már mindenki énekel, bassza meg. Ja. Tehát így nem jöttek még rá, hogy igazából az elődő művészetnek ez a része eléggé, hogy is mondjam, kiforrott már. Hm? De ez igaz amúgy. Ja. Te most érted? Na hát végül is érted, az apró pénzt is lehet váltogatni, de attól nem lesz jó. Na, így nem tudom, hogy ez mi van. Az emberekkel elhitették, hogy mindenki tud énekelni. Igen. Ez egyébként jó. Igazság szerint egyébként, de nagyon-nagyon sok értelme nincsenek. Tehát így folyamatosan megy a segnyalás az országok között, borzasztó módon. Uh-huh. De tényleg nagyon durva, főleg aki rendező ország, tehát ez valami eszméletlen. És miért nem rengeteg valami másban pénz... versengenek? Hát most ez egy ilyen... De láttam, én nem is tudtam, nekem ez egy új élmény volt, hogy van Eurovízió Junior, én nem tudtam, hogy van ilyen, gyerek között meg Eurovízió Classics, és ott nyomják a izét, a cellót, meg a hegedűt. Én nem tudtam, hogy van ilyen. De versenyezhetnének valamilyen relevánsabb dologban is, nem? Most nem sportokra gondolok, mert nyilván arra megvan a lehetőség. De például főznének? Hát olyan is van. Ja, persze, az van. Hogy ne lenne. Olyan is van, de valami relevánsabb dologban, hogy most már mit tudom én, ne legyen már izé. Hogy ne csak énekeljenek. Most miért mindig énekelni kell? Tehát mi van? Ah, gondolj bele, érted? Szétnézel a világba, basszus. Vagy sportban méretnek meg az emberek, vagy főznek, vagy énekelnek, vagy lelövik egymást. Gyakorlatilag ezekben tudnak versengeni. IKEA-s polcépítésben. De nyilván lehetne. Világbajnokság, tudom, hogy a legtöbb fasságból van, srácok, de ilyen nagy méretű, ami közvetítve van, meg szavazni lehet, meg mit tudom én. Mi a tökömnek nem festenek, mondjuk?
Egy ilyen gyors festő. Tényleg. Vagy rajzolnak, vagy mit tudom hát, én, igen, miért énekelni azért, mert ez populáris, az maga, tehát maga a zene. Azt látom, láttam Facebookon, hogy milyen rohadt populáris, bazd meg, mikor minden idiót egy gyökér hozzáír valamit. Hát, mint most Debrecenbe, bazd meg. Elvitték a Kossuth szobrot felújítani. Ja, igen, igen, igen. Debrecenbe elvitték a Kossuth szobrot a főtérről felújítani, srácok. Érted? Ott vannak a kommentek. Ezek a gecik. Elvitték a szobrot, pedig már gyönyörű volt. Sincs, bazd meg. Milyen gyönyörű volt. Szégyen. Szégyen, hogy meg kellett szabadni egy nemzeti hőstől. Megfosztották a főterünket egy nemzeti hőstől. És felújítják a szobrot. Hozzák vissza. Kecik. Akkor is. Kecik. Nem tisztelik a szobrot. Ezek már semmit nem tisztelnek. Érted? Milyen szép zöld volt a főtér ezelőtt. Hogy néz most ki? Az ott a kép, bazd meg, amit felrakott, hogy tiszta fa minden. Akkor nem tudom, milyen fasz van, 4-3-asokon, hogy tudod? Na mindegy, imádom! Annyira szeretem az embereket. Imádom az embereket. Ezek az emberek hozzászóltak az Eurovízióhoz. Szégyen, komolyan mondom. Volt egyébként olyan Eurovíziós dalfesztivál jelöltünk, akit mi indítottunk, aki valaki nem mondta azt rá, hogy szégyen. Soha nem volt még olyan. Ezt imádom amúgy tényleg. Marikát előhúznak a pincéből. Szégyen, ez nem is bármikor, bármilyen magyar jelentkezik erre a versenyre, vagy elindul, az mindig buzi, vagy szemét, vagy szar. Semmi se jó, bassza meg. Semmi nem jó. Mindig, bazzek, minden egyes alkalommal, amikor indítunk valakit, mindig valaki azt mondja rá, hogy hát ez borzasztó. Ez így van amúgy, tényleg. De miért kell mindig genyózni? Csak ordít az a gyerek, csak ordít. De másikra is mondták. Érted? Májánekszer is mondták, hogy amúgy ő nem is énekel, a verset mond. Na, és? De mindig, de miért nem lehet? Miért nem lehet úgy nyomni? Hungaku, itt most nem arról van szó, hogy nekem ez a megítélésem. Én egyébként, tehát szerintem egyik sem volt rossz, úgymond dal, amit elindítottunk ezen az Eurovíziós dalfesztiválon, mert mindig hát nem hiába volt. Megszavazták az emberek. Így van. De mindig megvoltak azok az emberek, akik mondták, hogy hát szart, érted? Amíg nem rockzene volt, pedig azt mondták, miért nincs az? Persze. Soha, pedig mi arra vagyunk híresnek, tankcsapda, minden. Igen. Most indul egy rockzene, hát az, hogy lehet ezt a műfajt egyáltalán elindítani az Eurovízióra, fúj! Hát igen. Úgyhogy nem tudom. Egy biztos, az AVS maradandó nyomot hagyott az emberekben. Hogy érted ezt? Hát basszus, annyira elütött, tudod így a mezőnytől. Tehát, ja, igen. Hogy az úgy biztos, hogy arra emlékezek, hogy basszus, úristen, volt ez a nyelv, ordítottak valami nagyon durvá. Nem tudom, mi volt az, de azt a kurva. Tudti egyébként. Igen. Na mindegy. Lényeg az utálkozás az mindig megy. Ez a love to hate dolog, ez nem múlik el az emberekből. Tudjátok, az érzés, amikor történik valami, aminek magyar vonatkozása van, itt azt azért mondom, én nem a magyar embereket ítélem el, csak engem ez érdekel, mert itt vagyunk, ebben az országban élünk, stb. Mikor magyar vonatkozása van valaminek, akkor mindig úgy az ember így, nem az, hogy úgy van, hogy na, vajon mit szól az ország, mi történik most, mi lesz, én már nem így állok hozzá, hanem úgy, hogy így, úgyis mindenki fasz. És azt szomorít el, hogy tényleg. Hát igen. Tehát, hogy idézőjel mindenki, akinek nem inge, tudjátok, hogy működik ez. De sose kell csalódjak. Sose. Mindig. És az összes komment szekciót, amit olvastam, mindegyik abból áll ki. Gyakorlatilag ott voltunk, elő tudták adni a srácok ezt a dolgot, látták nagyon sokan, és az embereknek nincs olyan dolgok, mint az, hogy köpködjék őket. És egyébként sok embernek tetszett, még úgy is, hogy nem értettek egy szót sem belőle. De komolyan. Ami tök menő. Én megmondom őszintén, én örültem neki, hogy népszerű volt, örültem neki, hogy megadták a lehetőséget ennek a stílusnak, hogy ott tudott lenni az Eurovízión, és énekelni, és magyarok voltak, és láttuk a nagy színpadon őket, meg mit tudom én. Nekem nem tetszett ez a szám, és én akkor is örültem, hogy ott vannak a magyarok, és nyomják. Ennyi, pontosan. És nézzük az emberek, és ott voltunk a döntőbe, és szavaztak rájuk, és örültem neki. Ennyi. Pedig alapvetően nekem se jött be ez a szám annyira. És akkor mi van? Tehát így nem értem az embereket, hogy miért kell ezt tolni, mert mindegy. Na, tehát Tekmeit, köszönjük szépen a feliratkozást. Na, Karusz. Nincs tech videónk róla, de ezt tudod, mert a keresőbe beírtad. Véleményünk meg azért nincs róla, mert még soha nem próbáltuk.
Illetve a most a regattán próbáltuk, nyögvenyelősen ment rajta a Siege, de teszt kéne róla, hogy egyáltalán tudjunk róla beszélni. Balfagince! Jó reggelt, Janitól kérdezném, hol lett a PUBG lelkesedés? Kicsi basz meg. Battalion feelinget érzek, ez is kimerveli, mert abban nézek egy jó duót amúgy, amikor mindketten űzitek megint. Tehát, hogy azt akarod mondani, hogy Jani unja a műsort. Mármint a PUBG-t? Hát most éppen azt, vagy most, ja. Mindig mondanak ilyesmiket, ja, érted? Mindig igen. Mondanak ilyesmiket. A PUBG lelkesedés nem csökkent. Szerintem... Csak most más dolgokra játszottunk. Igen. Ennyi. Meg ugye a Tomb Raider végjátszásai között, ami nagyon menő. Igen, meg a Siege-nek ugye alapvetően van értelme. Meg Unique. Igen. Mondjuk igen, tehát ez nem semmi egyébként, srácok, hogy egy 5v5-ös taktikai shooter Unique. Tehát ja. Így, tényleg, tehát így, hát az, így ez van, tehát ez egy ritkaságnak számít. Mostanában most, már elég így. Ami most a Siege, ez elég ritkaság, igen. A Tomb Raider meg még jobban. Ja, hát a Tomb Raider azok aztán olyan unique, hogy beszarás, ez teljesen igaz. Ott, az ez igaz. Igaz. Köszönjük szépen a cheert. BlackRock, köszi a cheert neked is, üzen fejó kis és félmények kellemetlen, amikor zenei per dalversenyen nincs megengedve az élő hangszeres zene. Tehát mármint ezt úgy érted, hogy... Mármint, hogy az mondjuk például egy szóló énekes mögött nem lehet zenekar? Vagy hogy értetek ezt? Hogy nem lehet ilyen zene? Tehát, Még egyszer mit írva? Pont az elején beolvastam. Kellemetlen, amikor egy zenei per dalversenyen nincs megengedve az élő hangszeres zene. Vagy ezt most úgy értetek? De hogy? Hát az AVS úgy nyomta. Legalábbis úgy tűnt. Playbackről megy az alap, és csak az énekes énekel. Aha, azt vágó, de az AVS esetében is így volt. Biztos. Az AVS ott nyomták, dobolt a srác. Hát, na jó, de hogy attól még láttunk már karongvárjút. Igen, tudom, de akkor is. Playbackről megy az összes hangszer. Wow. Eurovízión csak az ének élő. AVS-nél sem ment semmi. Igen. Pedig nagyon úgy tűnt. Hát, az a produkció része. Ja, nagy a hiba faktor is azért. Ó, oké. A hangszerek nincsenek bekötve hangosításkor, csak látvány, nem? Oké. A Lordit én láttam való, és én szeretem őket most is. Mondjuk nekem az is fura volt egyébként, hogy volt az angol énekes csaj, aki felrohant a színpadra valami ember, és kivette a kezéből a mikrofont, és belüvöltött valamit, nem tudom mit. Egyébként fogalma sincs, és közben ment tovább az ének. Most ez komoly, lehet, hogy csak ezt én vettem észre, hogy nem láttam így a sajtót, de lehet... Igen, Lessa is írja meg többen is, bocsáss meg, nem akartak félszakítani, tehát hogy 3 percenként át kéne állni ugye másik setupra, igen, és ezt nem tudják megcsinálni. Oh, Aha. Mondd csak tovább, igen. Szóval nem tudom, hogy ott mi volt azzal kapcsolatban. De ment tovább az ének, az biztos. Legalábbis én úgy vettem észre. Hát lehet, hogy a vokál, tudod. Hát, nagyon hasonlított a vokál az ének. Hát, kikékeléssel másabb. Ja. Na, ez érdekes, azt nem tudtam. Mondanak itt érdekes dolgokat. Jesus Christ. De köszi, Giuseppe, aki, mert nem tudtam. Hatalmas Balázs, szevasz. Az Eurovízió szerintem a jelenlegi túl korrekt tiszta South Park emberek versenye. Ilyen a multikultúra, sajnos itt többet adnak a megjelenésre, mint kellene. De amit látok, látvány, amit hallok, halvány. Ez pont középre talál, basszeg! Szép volt lenyelni. Egyébként igen. Ez teljesen igaz. Főleg így, hogy tudom, hogy ez van. Van egy Jani Meleg nevezeti felhasználónk, aki egy pöcs. Na. Most miért kell ezt csinálni? Mondd meg! Mit akarsz Janitól? Mit akarsz tőlem? Szemét! Na mindegy. Hétvégén nem megyünk Deadpool 2-t nézni, legalábbis itthon nem. Kint nem tudom, megnézzük-e. Ki nem tudom, hát megnézhetjük. Végül is. Vagy kiülünk inni a partra? Ha. Na jó, az sokkal menő. Nem is tudom. Sokkal menő. Hagyj, most viccelődök. Oké, köszönjük szépen. Szuper Szultán, köszönjük szépen a 9 hónapot. Adanosz, egyébként régen a játékokatárok nélkül is Eurovíziós műsor volt. Yep. Arról már beszéltünk sokat, de az kurva jó volt. Bianca, basszus, ezt elfelejtettem mondani, mert kérdezni, Jani, láttad a Two Cellos Eye of the Tiger-t? Nem láttam. Ezek szerint akkor nyomták. Megnézem. Köszi az infót, én sem tudtam, hogy nyomják. Gondolj, lehet a Szobor is emigrált Torinóba, mint Kossuth apánk, amikor a legnagyobb baj volt az országban. Lehet.
Gyeri, közi szépen! Nem az a baj, hogy az Eurovízióhoz szólnak hozzá, hanem az, hogy szavazati joguk is van. Ebben nagyon nehéz belemenni, Gyeri. Sok gond van, ez van. Ne szállj, mama, nézed már a magyar gyereket, ott jön ki a veseklővel a színpadon. Ah, Jesus. Trakán, köszi a 14 hónapot. Már nem tudok ide értelmes dolgot írni, de Eurovision VR Contest. Az messze van. Köszi Giuseppe Jocchi a pontosítást még erről az oldalról is. Alessandro P.S. Nagyon szeretem Magyarországot, mert itt élek, és az otthon a minden tekintetben. Itt bárhova lépek, itthon vagyok, de nagyon elszomorít az emberek mentalitása, és az ellenségeskedés, irítség és rossz indulat. Erről rengeteget beszéltünk, Alessandro. Egyetértek alapvetően veled. Tényleg happy hour-t happy hour-re halmoztunk ezzel kapcsolatban, és kerestük igazából, hogy miért van ez így, vagy hogy miért ne legyünk, mi legalább ilyenek, stb. Ott tartasz, hogyha nem bár semmit nem csalódsz. Abszolút értem, miről beszéltek, srácok, amikor inkább maradtok otthon magatoknak, és nekünk. Igen, Alessandro, ez egy ilyen dolog. Sajnos a hozzáállás itthon, ez egy eléggé kurta dolog, hogy úgy mondjam. Engem is nagyon elszomorít ez a borzasztó negativitás abból a szempontból, hogy, és most abszolút nem magunkról beszélek, bárki elér valamit ebben az országban, akárki, akármit. Jön a rossz máj, jön a rossz nyelvűség, sportban ér el valakit, ez szopta le, az szopta le. Annak a gyereke, a fia, az igazgatóságon volt, az ismerőse, a takarítónak. A családban van a nem tudom ki, akinek igen, van a pénze van, mint összeköttetése volt, érted, a bekötésre. Emlékszem a nagyapjára, az is lőtte a zsidókat, meg minden mondanak, érted? Tehát azt tuti. Nagyon nagy gáz van egyébként, srácok, ezzel kapcsolatban, ez egyszerűen hihetetlen. De alapvetően itt most kakuk. Nem feltétlenül értek vele egyet. Kauk azt mondja, hogy mert szegénység van, ez mind arra vezethető vissza. Ez igaz, hogy ugye tehát azok az emberek, akiknek úgymond kilátástalanabb az életük, azok igen, inkább negatív töltettel rendelkeznek. Viszont én ezt egy kicsit megfordítanám, Kauk. Egy nagyon picit. Nem azt mondom, hogy nem értek egyet veled teljesen. Inkább azt mondanám, hogy ez a kilátástalan, reménytelen szürkeség az oka, ami nem csak a szegénység vagy mély szegénységben élőktől jön. Uh-huh. Tehát egyetértek veled, de nem csak az anyagi szintre próbálnám ezt ráhelyezni, hanem nagyon sok mindenki a hétköznapok lehúzósága okán inkább lehúzza a többi embert is magával. Jó. És ebben viszont egyetértek veled, Kakuk, hogy ez így van. Csak erre elszomorító, nem? Hogy így lehetnénk büszkék. Yeah. Na tessék, Balázs, baszki, ez mennyire gáz. Az osztályomnak annól 4,98 lett az összesített érettségi átlaga, a média felkapta, ment a soros bérencezés alatta. Erről beszélünk amúgy, hogy ez valami eszületlen, bassza meg. Ez kész. Na jó, ne is menjünk bele ebbe a témába. Persze, de akkor is ez amúgy tényleg ez van. Bárki bármit elér, az mindig valami, vagy csalt, vagy hazudott. Balog, ennek is lehet hatása, ez biztos. Ez biztos, haver. Igen. Na mindegy, szomorú ez a dolog. Egyébként kurva a GG az az átlaghoz, mert azt a kurva élet. Hát jó. Ja. Csak úgy mondom, hogy ez az azért elég kurva. Azért az úgy nem szar. Pocsakozik az egyenlőkének, lehet egy négyet. Nem lennék a helyébe, pocsakozik. Köszönjük, Lanisztus. Én már nem tudom egyébként, hogy ezzel mit kell kezdeni, hogy ez jó vagy nem. Hát igen. Szomorú ez a dolog. És akkor az az igazság, hogy és most nem fogok újra mutogatni, és félre ne értsetek. Én sose hagynám itt Magyarországot, nekem ez az ország így, ahogy van, én ezt nagyon szeretem, és ezért is csináljuk magyar nyelven a tartalmainkat. Ja. A világ összes cikke, amit rólunk írtak, azzal kezdődik, hogyha külföldön csinálnánk, akkor csiliárdosak lennénk. Nem fogjuk, szeretjük a magyar embereket, szeretjük Magyarországot, ezt tudjátok rólunk, ezt nem kell magyarázzuk. Ja. De olyan elszomorító, amikor az ember lát egy olyan másik országot, nem csak nyugatra, keletre is, ahol egy kicsit komolyabb a nemzeti öntudat, és ott egy kicsit máshogy kezelik ezeket a dolgokat. Igen. Pedig ők is, tudjátok, ugyanazok az emberek, akik mikor esznek, utána kakálnak. Persze.
Nem tudom, elszomorító néha ez a dolog. Ez egy ilyen cucc. Bassza meg. Pixel, hova kaptam a cégnél egy 29-es monitort, mert ez csak 29 szól, de láttam benne a jövő hetet is. GG Pixel, aztán egészséggel, kurva jó cucc egyébként. Dúz. De is mondjátok, nyáron barátnőmmel költöztünk fel Mordorba, eddig csak két ember mondta azt, hogy... hogy hajrá, mindenki pedig csak lebeszélni akart, minket sajnos ez van. Na, hát igen, Dúz, ez ilyen. Ez ilyen. Corwin! Bocs, ez. A kedvencem, amikor azt mondják, hogy neked könnyű, te szerencsés vagy, de baromira nem látják a dolgokba, befektetett rengeteg munkát. Ú, Gordon, erről három napig tudnék beszélni neked, haver. Azt tuti. Mi? Ezt akkor erre gondoltál, Pisti? Mire gondoltam? Mi ez a szó? Durc Ádám. És akkor erre... Nem tudom elolvasni! Durc Ádám, mondjál valamit! Nem látom. Köszi szépen, srácom. Lefetty, egyébként megmondom őszintén, hogy ebben valamilyen szinten egyetértek veled, hogy a magyar emberek nem annyira összetartók, de ezzel lehet változtatni. Igen. Hát basszus, azért vagy, nem tudom, azért vagyunk új generáció. Tehát általánosítanak, hogy a népre ez jellemző, ja, hogy Észak-Koreára gondoltam, Eldurc Ádám, én nem gondoltam Észak-Koreára egy pillanatra se. Nem, és ők a legjobbak, és én nem bántom őket. Nekem erél itt szarba, Eldurc Ádám. Észak-Korea best. Nem tudom, miről van szó. Na. Oké. Szóval miről van szó? Tehát, mármint azt tudom, miről van szó. Meg lehet változtatni ezt. Igen, de tehát általánosítanak a magyar emberek kapcsán, ami nyilván egy egyszerű dolog. Persze. Ne mentőzzél már itt el, ne mentőzzél! Szegény valaki, bassza meg. Mit? Ennek érte, bazzi. Majd nem biztos, hogy mentő amúgy. Sose tudom megállapítani, te tudod? Ez mentő. Egyébként. Szóval az általánosítás könnyű dolog így rámondani az országra, de rengeteg sok jó ember van itt. És normális gondolkodású ember van itt. Csak ők azok, akik nem hallatszanak annyira. És szerintem ez így jó. De komolyan. Mindig azok az emberek a rosszak, akik nagyon hallatszanak. Tudjátok, hogy ez milyen. Ja. El vagyunk itt a magunk is csendességében, aztán meg vagyunk. Ez egy ilyen cucc. Nem tudom, furcsa, hogy így alakulnak a dolgok egyébként. Nem azt mondom, hogy minden nap erre gondolok, de sajnos minden nap találkozom emberekkel, és nem tudom, a legtöbben olyan furcsán fogják fel ezt az életet, de nem tudom, az a baj, hogy maguknak okoznak rosszat ezzel, erről is beszéltünk már, mégis csinálják. Hmm. Nem tudom. Meg Krisz, ezt tudom, hogy mi ez amit küldtél. Ja, igen. Ezt én már tudom, hogy mi ez, bazd meg. Én is tudom. De lássuk, hogy csalódtam-e vagy sem. Igen! És tényleg, imádom ezt a részt, köszi meg Krisz. Zsoldas vezér, ez kicsit olyan, mint amikor a multiplayer játékokban vesztesz, és az első gondolat nem az, hogy az enemy jól játszik, hanem az, hogy cheater. Igen. 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 Háromféle ember van gyakorlatilag ebből a szempontból. Ugye? Van egy, aki azt mondja, hogy jól játszik az ellen, van egy, aki azt mondja, hogy cheater az ellen, és van egy, aki azt mondja, hogy a csapat, amiben játszik, szar. Ja, nagyjából ennyi. Ninhao, köszi szépen 3 hónapot, és Indie Team Senti, köszönjük szépen. Meg Krisz, it's on. Van egy harmadik is, szar vagyok. Igen, ez vagyok én általában. Jó, van az is, hogy szar a játék. Igen, de az alapvetés, igen, az is de az alapvetés, ha belegondolsz, azzal kapcsolatban, hogy szar a játék, tegnap is láttátok, hogy voltak gondok, itt egy pár ilyen desync issue, stb.
arra alapvetően én kevésbé tudok haragudni. Hiszen ugye ez most olyan, mintha azt mondanátok, hogy mondjuk a... Mit mondjak erre? Nem tudom. Hogyan határozzuk ezt meg? Várj egy kicsit, mindjárt egy jó példát mondani erre. A favágás mindig bejön amúgy. Miért mondod, hogy favágás? A favágó példa a legjobb. A favágós példa nem jó, Jani. Tehát ezt úgy próbálom összehasonlítani, hogy mondjuk például van a kosárlabda. Igen. Az a game. A Counter-Strike. Érted? A Counter-Strike, a game. A kosárlabda. A kosárlabda, érted? Igen. Megvan? Meg. Meg. Jó, oké. Okay. És mondjuk például... a Siege egy olyan kosárlabda, amikor azt mondják mától, hogy mától a lépés hiba, nem hiba. Igen. A playerek adaptálódnak az új szabályhoz, vagy az új problémához. Igen. Ami probléma, hiszen nem ez a game. Mi az, hogy nem fütyül a bíró, amikor lépés hiba van? Igen, igen. Hát akkor elkezdik úgy játszani a játékot. Érted? Szóval, most érted? Ja, értem. Megszokják az emberek azt, hogy az, a játéknak megvannak a hibái. Ja. Hát másképp miért PUBG-znak az emberek? Ez egy... Hát most mondd meg, nem adaptálódtál a szerverparákhoz, ahhoz, hogy az enemy... Mindenki eleve úgy nő, hogy tudja, hogy nem... Eleve úgy nősz! Eleve úgy kezdesz el lőni, hogy tudod, hogy hát, bazd meg! Lehet, hogy betalált, de lehet, hogy nem is ott van. Igen, szóval értitek, mit mondok? Tehát, hogy így hozzászoknak az emberek ahhoz, hogy... Ez biztos. Hát akik kurva jó PUBG-zek, azok mind hozzászoktak ahhoz, hogy egy rakás szabad. Igen, ahhoz hozzászoknak, ha már így erről volt szó, srácok. Igen. Mindegy, nem volt egy jó példa, bocs. Janó, öreget, srácok, már igen érdekel a következő, ha nem publikus, nem kell kifejteni. Janó, igen, nézik, normálisan kezelik, megtanultak élni vele, és nekünk is olyan a beosztásunk, hogy egészen tűrhető. Ja. Köszönjük szépen, de amúgy beszéltünk már erről. Dr. Jekyll, köszönjük szépen a támogatást. Sziasztok, srácok, hogy a hosszú idő után jövőben nézem titeket, egy kicsit ott. Off. Nem ott. Alaposan le vagyok maradva, így ha már volt a téma előre is, bocsi. Mi a véleményünk a OnePlus 6-ról, mármint arra, hogy milyen lesz? Hát eddig csak egy kamera ilyen leak volt, hogy állítólag olyan basszó lesz a kamera, hogy megőrülünk tőle. Muszáj lesz kézbe fogni, ha lesz. Kíváncsi vagyok. Nem tudom, hogy lesz-e róla teszt, haver. Amúgy kéne belőle. Ha adódik lehetőség, akkor lesz. Mert gyakorlatilag iszonyat durván, tehát ezt folyamatosan látni fogjuk. Igen. Nem teszteljtek? Igen, de nem tudom, addig nem tudunk komolyabb véleményt mondani róla, mikor, mert még nem fogjuk a kézbe. Ez egy-két nap, vagy mikor jelenik meg? Nem soká. Úgyhogy meglátjuk Dr. Jekyll. Meglátjuk. Bondi! Szevasz, köszi szépen az 5 hónapot. Mox Switch. Sziasztok, srácok! Én profi sportoló voltam, nem olyan régen vonultam vissza. Főképp azért, mert nem kaptam meg azt az elismerést, amit vártam az emberektől, világversenyekről, hozott érmek után. Igazából még le is néztek, amiért ennek hangot adtam, pedig magyar zászlóval álltam a dobogón. Imádatok, nyomjátok, srácok! Mox Switch, az, hogy az emberek, tehát az, hogy elvárnád, vagy szeretnéd hallani azt, hogy az emberek büszkék rád, amiatt egy országot képviselsz egy versenyen, én ezt értem. És nincs ezzel semmi gond. Elszomorító, hogy ez történik. Rengeteg sok sportág van, amik úgymond nem a trendi sportok, amiben hihetetlen eredményeket tud elérni Magyarország. Igen. És csúnyán fogalmazva lesz a szarja senki. Ez amúgy gáz. Sajnálom ezt a dolgot ezt egyébként. Én is nagyon sajnálom. Nekem is van konkrétan olyan, akit személyesen ismerek, és világbajnoki címe van sportban, és... Hány ilyen sport van amúgy? Nagyon sok. Vannak emberek, akiket elszomorít ez. És nem azért, mert a hírnév miatt csinálják, csak... Ilyen sportolónak lenni nem kis melló, srácok. Az az igazság. Szóval... Ja, megértelek, haver, megértelek. Fabriki Arcos, szevasz! Sziasztok, Gorduinra reagálva, annyit tennék hozzá, hogy a sikertitkát nagyon jól megfogalmazta az egyik szlovák rapper. Ami fordítva valahogy úgy szól, hogy a lényeg az, hogy mivel töltöd az idődet, mikor senki sem lát. Például én, mint programozó, rengeteg estémet, élemet töltöttem programozással, saját projektekkel, amik pénzt nem hoztak, de megfizetetlen tapasztalatot, azt igen. Ez igaz, felvidéki harcos. Nem ismerem ezt az úriembert, vagy ezt a művész urat, de egyébként igen. Ez igaz. A legtöbb idő az, tehát gyakorlatilag az hozza meg a sikert, amit nem látnak az emberek. Egy élsportoló esetében is
az emberek nem látják azt a csilliárd órányi edzést, energiát, amit bele fektetnek az emberek abba, amikor lefutja a világrekordot, azelőtt belefektetett. Ez így igaz. A siker titka az, amit nem látnak az emberek. Ez pontosan így van. Ez pontosan, ja. Pacasszírű Györöges, azok most jöttem ki zongoravizsgáról. És Finn, ötös, nincs a power is on. Pacasszírup, azaz zongoravizsga. GG. Ez igen. Alessandro, köszi szépen a csírt. Baj, bazd meg a frissítésed, te köcs! Bocs. Semmi, Alessandro, ez nem te vagy. Pont azért szeretem a csatornát, mert felelősséget viseltek a nézőitek iránt, és amit mondtok, annak ellenére, hogy a streamelhetnétek külföldieknek is, akár angolul is, mégis nekünk teszitek idehaza magyarul, mert magyarok vagyunk, és jól legalább itt összetudunk tartani. Én örülök neki, hogy látom, hogy lehetetek a nemzetiségi öntudatot. 30 múltam, egy generáció vagyunk, én nagyon tudok veletek azonosulni, respekt. Hát mi más tehetnénk, Alessandro? De most komolyan. Bassza meg! Majd reméljük megmarad belőle valami. Az utókornak. Így van. Váfagince, még olyan kérdésem lenne, hogy volt szó régebbi ában, hogy ti nem kapcsoljátok ki a gépet, csak hétvégente, mert nem fogyaszt sokat, viszont nem tesz jót a gépnek a kibekapcsolás, a kikapcsolás biztos kevesebbet fogyaszt, azonban mit akar, hogy nem tesz jót neki, a forgó mozgó kopó alkatrészek általában hűtők, miatt sem értem, miért nem jó kikapcsolni. Ez egy személyes preferencia, ennek semmilyen tudományos háttere nincsen. Egy biztos, a baszó alaplapoknak nagyon nem tesznek jót a power cycle-ok egyáltalán. Egyébként a nagyon nagy tápoknak sem nagyon tesznek jót, tehát hogy minél többször kapcsolat kiindított be. Én megmondom őszintén, azért nem kapcsolom ki a gépet, mert akkor, amikor leülök elé, nem kell visszakapcsolni. Csak megmozgatom az egeret. Ennyi. Egyébként a HDD-k önmaguktól is kikapcsolnak, azt a Windowsban tudod állítani, de egyébként alapvetően semmilyen alkatrésznek nem tesz jót a kibekapcsolás. Ha hiszitek, ha nem, a villanykörtének sem. Tehát egy villanykörte egy lakásban, lehet, hogy azt mondjátok, hogy több ideig jó, hogyha amikor nem ég, akkor lekapcsolod. Igen, hosszabb ideig lesz neked fényed, vagy hogy mondjam, de az összélettartama magának az izónak csökken. Ergo, ha folyamatosan égve hagyod azt a kurva villanyt, akkor tovább ég, effektíve ég, mint hogyha folyamatosan kapcsolgatod. Egyébként, ha jól tudom, akkor ezek az izók például power cycle-re vannak hitelesítve. Tehát, hogy hány kapcsolás igen, bírnak. Igen, ez így van. Kibe. Vannak tehát, olyanok. Tehát gyakorlatilag, igen, tehát vannak olyan izzók. Szóval ez egy ilyen dolog. Na, köszi David King. Igen, tehát gyakorlatilag a kapcsolgatás nyírja ki a legtöbb ilyen dolgot. Srácok, lehet, hogy a folyamatos égéssel, most ezek kitalált számok, oké? Okay? Beszéltünk számítógépről, izzóról, teljesen mindegy. Egy izzó lehet, hogy egy évig folyamatosan ég. Ha felkapcsolod és úgy hagyod, akkor egy évig folyamatosan. És ha lekapcsolgatod, akkor két évig tudod használni te, mint ember. Viszont amennyi ideig effektíve fényt ad, az több, hogyha csak egyszer kapcsolod fel egész életében. Ja. Szóval, ja, ez egy ilyen kör. És ez az elektronikus elakadt részekre alapvetően igaz. Az másik kérdés, ugye bele lehet ezekbe kötni, hogy ha kikapcsolod, akkor ha esetleg jön egy áramszünet, akkor azt nem éli át ugye a géped, stb. Ezekben benne vannak ezek az infók, meg mindenféle dolog történhet még, de alapvetően egy elektronikai eszköznek nem tesz túl jót, hogyha folyton kapcsolhatod. Jó. Tehát egyébként például azok az emberek, akik például ugye az energiafelhasználás tudatossága okán azt csinálják, hogy nézik a tévét, és kikapcsolják, amíg kimenek húgyozni. Wow. Na hát azzal kinyírod a kibaszott tévét. A retkes tápot benne, meg magát a panelt is. Tehát ugye ezt így nem áll. Tehát most már azért olyan tévék vannak, hogy esznek, mint tudom én, a 30 wattot. Hát az mármint, biztos. Most oké, a bazinagyok többet esznek, igen, de na. Igen. Tehát ne kapcsolgassuk már, mert csak kinyírod vele a tévét. Tehát ennek semmi értelme nincsen. Mint olyan. Szóval, ja. Ezek nem túl jó dolgok. És mondom, nem azt hirdetjük, mert az energia tudatosság egy fontos dolog, és az, hogy valaki takarékoskodik az energiával, az egy fontos dolog. Ez tény. De azért az észszerűség határait kell tartsuk be. Én nem azt mondom, hogy az jó, hogy mi soha nem kapcsoljuk ki a PC-t. Csak mondom, hogy azért ne billenjünk át a ló másik oldalára, mert... Na. Az induló áram sokkal magasabb így van, amikor bekapcsolsz. Az biztos. Én azt nem tudom, CK, csak ez a műsorban már nem fér bele, hogy igen, vannak akik leállítják a motort például a piros lámpára. De vannak a start-stop-os autók. Igen, ez tény.
vannak, de... Én ne arra úgy jutok, srácok, én nem hiszem el, hogy az nem bassza össze az autót. Én nem is az, hogy nem bassza össze az autót, hanem az, hogy szerintem sokkal többet fogyaszt az autó. Ha indítod meg, látod? Aha, igen. Nem tudom, ezt itt nem az, tudom. Hogy itt, já, tehát áll a motor. Azt nem tudom, hogy fogyasztásban menj, de jó-e vagy nem. De azt tudom, hogy alapvetően az autónak nem túl jó. Hogy állandóan indítod, bazd meg. Tehát, az így... nagyon gáz, szerintem is. Én nem tudom, na mindegy, én vagyok az az öreg ember a tornácon, azzal a járóbottal, amelyiknek tennislabda van a végén. Én nem hiszem el, hogy az jó. Egyszerűen nem. Én nekem a startnapos autó is olyan, hogy kapcsolatok ki a picsába. Ja. Te jó Isten. Itt van, ha állítólag, ha egy percnél kevesebb ideig állsz, akkor többet fogyaszt, mintha menne a motor. Hát erről van szója. De akkor nem értem, hogy miért csinál a startstoppos autókat. Én se értem. És akinek startstoppos autója van, az állítja, hogy kevesebbet fogyaszt az autója. Na mondjuk azok lehet, hogy eleve másképp van a megcsinálva, azt nem tudom. Nehogy? Hogy csak ilyen készelérbe áll le? De megábazd meg a mechanikus szerkezet. Nem tudom. Az menő, tanár úr. Ó, itt a totálkáros szik Laci bácsitól. A stop-start rendszer tönkreteszi az autót. Igen. Köszi a linket. Szóval, köszi Váfakinc a kérdés. Jay Donarkon a világ legnagyobb villanykörtét Kaliforniában csavarták meg tűzhatalmasan. Igen, erről beszéltünk már. 115 éves. Azóta ég. És egyszer volt, azt hiszem, költöztetve. Shadow Doom, sziasztok, mit szóltok az, hogy barátom szüleik kikapcsolták a wifi-t éjszakára, áramspórolás miatt, szerintetek? Én kinyertem a hitemből, amikor ezt megtudtam. Hát, most én is kinyertem a hitemből. Na, ez durva. Ha valami nem fogyaszt túl sokat, ez a wifi. Fú, az a router nagyon sokat fogyaszt. Gondolj, ha jól tudom, akkor azért van start-stop, hogy emisszió kevesebb legyen, mert azt elég szigorúan veszik. Igen, ez a másik a környezetszennyezési téma, hogy ugye óriás mennyiségű autó a piros lámpánál állva, úgymond effektív mozgást nem végezve szennyezi a környezetet. Ebből az oldaláról megértem. Igen. Dead Sky, sziasztok, most jöttem a tegnapi tech videóra gyorsan reagálva, sima fülösöknek engem idegesítenek, egy-két óra fáj a fülem. Az amitokos meg egyszerűen számomra szar, mindig kiesik a fülemből, 20 per egy füles, ami nekem kényelmes szokott lenni. Vannak ezzel így Dead Sky, tudom. Ez a füles kérdés, ez mindig ilyen nagyon izé volt. Igen, az emissziót nem álló autónál mérik, ez igaz, Trakán, de akkor is sajnos ez ilyen. Na jó, srácok, elég volt a pofázásban, ma délután nem lesz stream, de ezt már tudjátok, már mindenki nézi a menetrendet, de? Így van, ma szünet van. Ma szünet lesz, úgyhogy srácok, holnap találkozunk reggel a Happy Hour-ben, és délután a Hard Mode streamben, amikor is elbukjuk a rangot. Így van. Mert az jó dolog. Úgyhogy holnap még vagyunk, holnap után már nem, de Insta, Twitter, mindenem vagyunk. Ugyanúgy. Így igaz. 5 wattos a wifi, az biztos megküldi a villanyszámlát. Karesz. Ne bassz, hogy nem nézzen a menetrendet két hete. Meg a műsorokat csak két hete. Karesz. Na jó, szevasztok srácok, legyetek jók. Szevasztok. Holnap reggel találkozunk. Srácok.